Két autó csomagtartója is dugig volt a Tóvárosi Általános Iskolától érkező adományokkal az ünnepek előtt. A csomagokat pedagógusok és diákok juttatták el a sörháztérre. Karácsonyt megelőző időszakban sok adományozó érkezett a kríziskezelő központba. Ennek köszönhetően ünnepi étellel és ajándékokkal is tudtak kedveskedni az ellátottaknak. Az ünnepekkel azonban a télnek még korán sincs vége, így a sörháztéren továbbra is fogadják az adományokat. Főleg a rohanemükre, a téli cipőkre, csizmákhoz, amire nagy szükség lenne, tehát hogyha valakinek ez van otthon, vagy ismerőse rokonának van, akkor azt nagy tisztelettel elfogadjuk, hogyha behozza a sörháztér hétszám alá, mert ez azért a télnek még nincs vége is, ez néha életet, vagy éppen lábat, lábójakat mentheti. Zsabka Attila felhívta arra is a figyelmet, hogy az enyhe tél is rejthet veszélyeket. Ha valaki maga tehetetlen, bajban lévő embert lát az utcán, hívjon segítséget. Ha ellátatlan emberekkel találkoznak, látnak mondjuk a lakótelepen olyan ember, aki nem szokott ott lenni, hiányos öltözettel, és mondjuk ha ilyen enyhe idő van, akkor is azért ki lehet hűlni, meg lehetnek problémák. Mindig szoktam mondani, hogy ha életet kell menteni, vagy ember életet, hogy ne tegyünk kockára, nem minket kell hívni, akkor elsősorban nem mentőt természetesen, de hogyha ha hajléktalan látnak, aki talán segítségre szorul, és nincs közvetlen életveszélyben megítélés szerint, akkor az utcai szolgálatot meg lehet szólítani, és akkor ők belátható időn belül kimennek, fölveszik a kapcsolatot az emberrel, ez a 0620-957-94-10-es telefonszámon, és megpróbálunk segíteni, hogyha elfogadja az az ember a segítségünket. November 1-től március végéig a kríziskezelő központ egyébként teajáratot is üzemeltet. A hét 3 napján visznek ételt, meleg teát és ruhákat, takarókat az utcán élőknek. Ezzel is a téli időszak átvészelését próbálják segíteni.